Kovács Botond vagyok, az Antares zenekar gitárosa, és az előadásunk arról szól a zenekarommal, hogy bemutatjuk a könnyű zenei hangszerek szerepét a könnyű zenében, és mivel én vagyok a gitáros, én főleg a gitárról és a szerepéről beszélek, és kicsit a hangszerről is. Az előadást ajánlom mindenkinek, kortól, nemtől, mindentől függetlenül, ha még nem zenélt az adott illető, ha már egy kicsit zenél, akkor is, vagy akár ha profin zenél még, akkor is érdekes lehet valaki másnak a nézőpontját meghallgatni ezekről a dolgokról. A hangszert a kézbe sorozat szerintem azért nagyon fontos, mert olyan gyerekek és fiatalok is a hangszerek közelébe kerülhetnek, akiknek esetleg nincs rá lehetőségük, de akár lehet, hogy a lehetőség meg is van, de mondjuk az érdeklődés még nem alakult ki, és ezzel el lehet indítani egy új úton az illetőt. A másik pedig az, hogy a könnyű zenét hallgatni, meg összetalálkozni vele nagyon egyszerű, viszont a miértjeit és a hogyanjait nehezebb megközelíteni, mint mondjuk a komoly zenének vagy a jazz zenének, mert ezeket bárhol lehet tanulni. Szerintem azért is nagyon előnyös, hogy a gyerekek már korán elkezdjenek a hangszerekkel találkozni, mert az első az a nyilvánvaló, hogyha komolyabban marad a zenei pályán, akkor több ideje van fejlődni és tanulni, és akár már egész fiatalon nagyon magas szintet érhet el. A másik pedig az, hogyha akár csak hobbinak is marad meg, nagyon hasznos, a sporthoz hasonlóan segít a tanulásban, az agynak egy egészen másik részét mozgatja meg, és egy nagyon pozitív hatású, aktív kikapcsolódást tud jelenteni.